Sziasztok, mongufták! Elérkezett ez az időszak is. Eléggé rég volt 12 órás live. Ugye hát az nem is olyan, mint a 24 órás, mert az szinthez kötött, hogyha túllépünk egy ezrest, majd most 6000-nél fogunk, hogyha túllépjük. Remélem, hogy, és hát örülnék neki, ha nyárig elérnénk. Mert most már jön a tavasz, jön a szép idő, és itt van Donétka közben a, a képen. Ugye Donétnak hívják a lovunkat a Tátos Paripám 2-be. Ezzel fogunk kezdeni, remélem sokan örültek. Lehet, hogy végig játszuk hamarabb, mint amennyi órát rászánunk. Hogyha hamarabb játszuk végig, akkor értelemszerűen hamarabb kezdődik a következő játék. Úgyhogy nincsen fixen belőle, de körülbelül három órákat. 4 12 igen. Tehát, hogy 3 órákat tervezek játszani egy-egy játékkal az itteni live-ban, nyilván benne vannak a fél óra szünetek is ebbe a 12 órába, tehát hogy 10 órától este 10-ig lesz, ha minden igaz. De ezt úgy is látni fogjátok, most csak körülbelül vázolom, hogy mi várható. Tehát a tátos paripám kettővel kezdjük, érdemes kezdésre idejönni, Hogyha lemaradtál, akkor nézd vissza, itt van Tátos Paripám 2 live, nőnapon játszottunk vele. Aztán utána a címből már láthatjátok, tilos az építés, hát egyértelműen toljuk tovább a fortnite amíg tilos az építés. Hát utána is, de hogy én még nagyon élvezem ezt, hogy euh, nincs. Bár hogy a tankok vannak, az azért egy kicsit kellemetlen, bár az én csapatomba a monguftákkal azért, azért veletek toltuk rendesen a, a tankokkal is. Úgyhogy meglátjuk, itt éppen menekülünk. Hát nagyon, annyiba változott, nagyon sok potit kell vinni, nagyon sok shieldet, teljesen átalakult a játék, úgyhogy ha nem látod ezt a live-ot, akkor nézd vissza, nagyon szép meccseket mentünk, és hát készülünk a mostani 12 órás live-ba is arra, hogy nagyon jó nézői gémeket fogunk menni. Aztán folytatjuk egy adop mivel, Me mert nagyon sokan szeretitek, és ott is pedig új tojások vannak, elkezdtünk tojásokat ö, keltegetni. Itt még, ha jól látom, nem a legújabb tojásokkal megyünk, de bejöttek azóta a wood tojások, amiből még nem sikerült nagyon ritka tojás nyitni, ritka állatot, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. És nyereményjáték is lesz, úgyhogy extrán érdemes az Adopt be itt lenni velem. Nem lövöm le a poént, hogy miket fogunk ö, kisorsolni nyereményként. Tényleg légy itt. Ez a harmadik játék, tehát ez inkább olyan késő délutánra ö, fog esni, ha minden minden jól megy. És hát az estére hagytam azt a játékot, ami nagyon-nagyon rég volt, gyerekek. 2020. január 20-a körül volt lol, és hát láthatjuk, hogy ahogy játszok, az tényleg lol, vagy inkább cringe. De hogy. Ö, elég sokat edzettünk szerintem a Pokémon unite al arra, hogy Dave egy kicsit megtanulja, mi az, hogy visszafogja magát, nem rohan be a tornyok alá, mint jelen esetben majdnem látható. Úgyhogy, ha még nem vagyok Lolon ismerősöd, akkor vagy próbál kikeresni egy régi live-ban, itt is látható hogy MF tehát M Family D nevem, még remélem, hogy sikerül ezt a fiókot megtalálnom, ezt még most a videó után fogom majd kikeresni, miután megvágtam a mondókonos videót. Úgyhogy ha marad, akkor nyugodtan jelöljetek be, ha nem, akkor új felhasználom lesz, de szerintem meg fogom tudni találni az e-mailek között. Aztán meglátjuk, hogy hogy lolozunk, most még csak botok ellen fogunk menni, az biztos. Egy 3-4 meccs fér bele valószínűleg, attól függően, hogy haladunk. Úgyhogy sokak örömére visszatér a lol, ebben nagyon részt rátett a mondókonos LOL bajnokság, amit végig néztem, tényleg élvezetes volt, lehet, hogy nem lenne rossz, ha kicsit megtanulnánk a játékkal játszani, valamilyen szinten. Aztán most megyek is, vágom tovább a mondókonos videót, bár az nem vlog, inkább egy ilyen montásszerű lett, mert nagyon rövid részeket vettem, inkább élveztem azt, hogy ott vagyok, kint veletek, beszélgetek minden, illetve lesznek zsákba macska nyitások, de azok külön videóban lesznek, meg mit vettem mondókonon, meg hasonlók, Úgyhogy, ha van kedved, akár ezt a régi live-ot is visszanézheted, én várlak titeket vasárnap a 12 órás live-ban, még egyszer, először Tátos Paripám lesz, utána Fortnite, ezt követi az Adopt Me, és a végén lol fogjuk zárni. Dobj egy lájkot, like ot hogyha tetszik az összeállítás, írd meg, melyik live-ot várod a legjobban, esetleg, hogy másik 12 órásban még milyen játékot tennél be, lehet az az, hogy egyik komment ez, hogy melynek örülsz a legjobban, a másik pedig az, hogy mit várnál egy másik 12 órás live-ba például. Úgyhogy hamarosan találkozunk egy premierbe, amint készül a mondókonos videóval, addig is jók legyetek, sziasztok!